cégünk 2014-ben indult, tanácsadással kezdtük. 2016-ban indítottuk el a konyhát, ami egy országos szolgáltatás, több mint 310 településen vagyunk jelen. Egy országos kiszállító céggel dolgozunk, és egy nagyüzemi konyhával, és nagyon sok szakmai partnerünk van, kompetens szakemberek, gondolok itt például holisztikus orvosokra, saját dietetikussal dolgozunk, élelmiszerbiológus és táplálkozáskutató kollégánk, illetve együttműködőnk is van. Az emberek egyre inkább ráébrednek arra, hogy az egészségük megőrzése, illetve a betegségük megelőzése mindennél fontosabb, és hogy ezzel a táplálkozással nagyban hozzá tudnak járulni. És itt hétköznapi táplálkozásról beszélünk, tehát mi ugye egészséges ételeket teszünk le az asztalukra nap mint nap, hétköznaponként, egészségügyileg nehéz időkben is, ez nagy segítség volt. Nekik ugye érintésmentesen kapták meg az ételeket, és online működött minden folyamatunk. Előre csomagolt, elkészített ételek, amiket több mint 300 településre kiszállítunk. Vannak bizonyos alapvető irányelvek, amiket mi úgy gondolunk, illetve úgy tapasztalunk, hogy aki az egészségére vigyáz, annak tartania kellene. Ilyen a gluténmentesség. Ugye a gluténérzékenység az egy nagyon sokakat érintő téma, még hogyha nem is a nagyon súlyos formájában, amit ugye cöliákiának nevezünk, hanem van egy nem cöliákiás eredetű gluténérzékenységnek nevezett tünetegyüttes, amit nem cöliákiás eredetű gluténérzékenységnek nevezünk, amit ezek a tesztek nem mutatnak ki, viszont az összes tünetét produkálja az ember, és nekik is tudunk ezzel segíteni, illetve kerüljük a tejtermékeket a glutén mellett. Ugye nem csak a laktózmentes tejtermékekre mentünk rá, hanem a teljes tej elhagyására, tehát nem a laktózmentessel pótoljuk, hiszen a tejfehérje is egy olyan allergén, amire nagyon sokan rosszul reagálnak, illetve kerüljük a szóját, a kukoricát hasonló okoknál fogva, és a cukrot teljes mértékben. Azt meg ugye tudjuk, hogy a cukorbetegség és az inzulinrezisztencia meleg ágya a sok cukorfogyasztás. Van olyan sorunk, ugye mert soronként vannak feltüntetve az étlapon az ételeink, van olyan sorunk, amit kifejezetten emésztési panaszokra hoztunk létre. Ez Crohn, colitis, IBS, kontaminált vékonybél szindróma és simán puffadás esetén is nagyon jól működik. Azoknak szoktuk javasolni, akinek egész emésztési problémáik vannak. Ez a díj a pályánk csúcsát jelenti, hiszen olyan előminősítéseken estünk át, itt a mikrobiológiai laborelemzésektől kezdve a mindenféle egyéb olyan megfelelési minősítéseken, amiket eddig még nekünk nem volt szükségünk megcsinálni, és ugye ez adott egy olyan magabiztosságot a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, hogy igazából ez az, amit a leginkább tudok én értékelni, illetve ami nekem a legtöbbet jelent. Jövőbeli tervünk az, illetve ezt már most is csináljuk, ugye a beszállítóink, illetve az alapanyag beszerzéseink Magyarországról származanak, tehát a magyar mezőgazdaságot nagyon szeretnénk támogatni. Szeretnénk eljutni napi 10 000 ember asztalára, legalább 10 000 egészségtudatos ember asztalán szeretnénk ott lenni minden hétköznap, és nagyon szeretnék én személyesen eljutni a gyerekekhez, mert ugye ők a jövő, meg nekem is van 3. És azt gondolom, hogy ők azok, akiknek még a megelőzés annyira nagyon-nagyon fontos lehet, ugye az őket már most sajnos érintő problémákat tekintve, mint például az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség és a pajzsmirigy problémák, ezeket szeretném náluk megelőzni.